A 2002-ben induló Széchenyi kártyát a vállalkozások átmeneti likviditási gondjainak kezelésére dolgozták ki. A folyamatosan bővülő kínálatban jelenleg 6 termék érhető el, amelyek közül a legnépszerűbb a Széchenyi kártya folyószámlahitel. Ez a termék akár 50 millió forintig igényelhető 1+1 éves futamidővel. 2015-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában 345 igénylést juttattunk a konstrukcióhoz csatlakozott bankokba. Ebből az igénylés számból 280 hitelszerződést lett megkötve, a kihelyezett hitelállomány pedig megközelíti a 2,19 milliárd forintot. A hiteltermékek közül máig legsikeresebb termékünk a Széchenyi kártya folyószámla hitel, amelyet mindazon egyéni vállalkozók, társas vállalkozók igényelhetik, amelyek megfelelnek a KKV szektor alapfeltételeinek, illetve nem tartósan veszteségesek, lejárt köztartozásuk nincsen, és legalább egy teljes lezárt üzletével rendelkeznek. 2015-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara több mint 300 folyószámla hiteligénylést juttatott el a programban résztvevő bankokhoz. A megyében kihelyezett folyószámla hitel összege megközelítette a 2 milliárd forintot, mondta el Tótnik Gecsei Zsuzsa. Hozzátette, a másik kiemelt termék idén az Agrár Széchenyi kártya volt, amiben az év végén jelentős változások történtek. Az Agrár Széchenyi kártyában van egy döntő előrelépés, méghozzá 2015. december 1-én megjelent egy FM rendelet, amely alapján a kedvezőtlen időjárás miatt kárt szenvedett gazdálkodók, illetve azok a gazdálkodók, akik Agrár Széchenyi kártyával rendelkeznek, vagy 2016. március 31-ig hatályos szerződést kötnek, a jelenleg hatályos 4% kamattámogatás és kezességi díjtámogatáson felül további támogatáshoz juthatnak, méghozzá a 2015. április 30-át követően esedékes időszakra az adott hitelügyek teljes időtartamára. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók nulla költségű hitelhez juthatnak. Az Agrár Széchenyi kártyával kapcsolatban 2015-ben több mint 60 igénylést regisztráltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a kihelyezett hitelállomány pedig meghaladta a 190 millió forintot. Ezt a szabad felhasználású hitelt a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó őstermelők, valamint a magán- vagy társas vállalkozások vehetik igénybe.